Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani arra, amit még nem tud. És nagyobb jótétemény sem, mondottam Móricz Zsigmond. Miként épült ki hazánkban az intézményesült tanítóképzés a 19. században? Mik voltak akkoriban a vélemények a nevelői szerepről? Miként változott a felsőfokú pedagógus képzés programja az elmúlt másfél évszázad alatt? Ezeket a kérdésköröket járta körül az a Neveléstörténeti Tudományos Konferencia, melyet a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának Neveléstörténeti Munkabizottsága közösen szervezett a Szekszárdi Kampuszon. A tanácskozás elsődleges jelentősége, hogy neveléstörténeti előadások tükrében mutatja be, hogyan járult hozzá az intézményesített tanítóképzés a dél-dunántúli régió kulturális, társadalmi és bizonyos értelemben gazdasági fejlődéséhez. A tanácskozást a Magyar Állami Tanítóképzés 150 éves jubileuma tiszteletére az országos programsorozathoz kapcsolódva rendezték meg. Előadói főként olyan oktatók, kutatók voltak, akik a tanítóképzés történeti irányból vizsgálták, és arra próbáltak rávilágítani, hogy a régi modellek mennyiben lehetnek alapjai a kortárs reformpedagógiáknak is. A hallgatóság soraiban az érdeklődő szakmabeliek és a jövő pedagógusai is ott ültek, akik a múlt hagyományaiból okulva fogják majd tovább építeni azt az örökséget, melyet Eötvös József, az első népoktatási törvény atyja hagyott ránk.